első darab prezentációra fog sor kerülni, és mind a két prezentációt többen fogjuk megtartani. Ezt a teljes csapat, a másodikat pedig hárman. Bemutatkozni azt hiszem nem szükséges, mert itt közben elhangzottak a nevek az átadás kapcsán, úgyhogy én bele is vágnék az első prezentációnkba, amelyet a programmal kapcsolatosan szeretnénk bemutatni. Tisztelt elnökség! Elnökségben helyet foglalok. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kollégák, tisztelt hallgatóság! A Menza program indulásáról, annak körülményeiről szeretnék először néhány gondolatot elmondani. Mindnyáján tudjuk azt, ebben a körben nem kell azt elmondani, hogy az egészséges táplálkozásnak kimagaslóan fontos szerepe van a népegészségügyi helyzet javításában. Tudjuk azt, hogy a táplálkozás az az életmódnak a része, és az életmódtól, a helyes életmódtól a legalább 40-50%-ban függ az egészségi állapotunk, az, hogy ki, mikor, milyen betegséggel fog megbetegedni, hány évet tölt egészségben, betegségben, esetleg mi lesz a idő előtti elhalálozásnak az oka. Ezért mi azt gondoljuk, hogy fontos és nagyon mindenképpen elsőrendű feladata a népegészségügyben dolgozóknak, hogy a táplálkozásra, az egészséges táplálkozásra figyelmet fordítsanak. És hol lehet ezt leginkább és legjobban megtenni? A középkeztetésben, és ott is, azon belül is a gyermekeknél, hiszen a gyermekek a mi jövőnk, nincs olyan család, és szerintem nincs olyan ember itt ebben a teremben is, akinek a családjában, ismeretségi körében ne lenne gyermek, ne lenne szülő vagy nagyszülő. Én úgy gondolom, hogy ezzel a programmal meg tudjuk szólítani az egész magyar társadalmat, és egy olyan hatékony munkát tudunk végezni, ami szükséges ma Magyarországon annak érdekében, hogy legyen jövőnk, legyen pozitív jövőnk, és egy egészséges társadalom tudjuk jól, még Fodor József szavaitól, majd a másik előadásban fogjuk látni, hogy egy egészséges társadalom, egészséges emberekből álló társadalom tud igazán jól boldogulni a világban, és erre kell törekedjünk Magyarországon is. Tehát 2009-ben volt egy országos gyermekközétkeztetés felmérés, aki itt ül, nagyon sokan még részt is vettek bizonyára ebben a felmérésben, és készült egy összefoglaló ezzel a felméréssel kapcsolatban, az országos intézetünk készítette, ebben Békés megyében 31 intézmény, de akkor még régió volt, és Sárosi Forrós úr elmondta, több mint 100 konyhát vettünk föl akkor régiós szinten, vett részt, és nagyon negatívak voltak a visszajelzések. Mi ezeket a visszajelzéseket megküldtük a konyháknak, és egy ideig gondolkodtunk. Gondolkodtunk azon, hogy mit is tegyünk. Nem szerettük volna ezt a felmérést betenni egy fiókba, nem szerettük volna ezt a felmérést csak arra használni, hogy megállapítsuk valami rosszat. Úgy gondoltuk, hogy a népegészségügyi szakembereknek az kell legyen a sajátsága, az kell legyen a legfontosabb tulajdonsága, hogy tenni is akar valamit azért az ügyért, amiért dolgozik, tenni is kell neki valamit annak érdekében, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, és már pedig egy ilyen felmérés az alapját szolgálhatja egy ilyen cselekvésnek. És elkerestük az utat keresni, hogy merre induljunk a cselekvésben.
És úgy gondoltuk, hogy már próbálkoztunk azzal, hogy mi magunk oldjuk meg ezt a problémát hatósági eszközökkel, de az nem vezetett sikerre. Elég idős vagyok már ahhoz, hogy erről beszélhessek, hiszen idestől 30 éve dolgozom már ANTS népegészségügyi szakigazgatási szervben a népegészségügy területén, és láttam azt, hogy azzal nem mindig érünk célt. Mivel lehet célt érni? Föltettük magunknak a kérdést, és éppen egy ebédet, egy menzaebédet fogyasztva az intézetben jött az ötlet, hogy keresünk meg egy olyan szakmai szervezetet, aki esetleg fölvállalna egy ilyen közös munkát velünk, és akkor találtuk meg a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetséget, a Prohászka Béla urat, aki akkor az elnöke volt, egyébként a jelenlegi elnöke most is itt van a sorainkban, és megbízó levelet kapott Szabolcs-Szatmár megyében, én úgy tudom, mint szakmai támogató, és ez a kapcsolat ekkor létrejött, köszönjük nekik az eddigi támogatást is, és az ezutáni támogatást is. És elindult egy új típusú hatósági együttműködés, én ezt így nevezem, erről beszélt helyettes államtitkár úr is. Azt szerettük volna így közösen elérni, hogy egy segítő, támogató, koordinációt végző együttes munkával érjünk el sikert, érjünk el valamit ezen a területen, és nem pedig hatósági eszközökkel, ezt a célt tűztük ki közös gondolkodással 2010-ben. És elindultunk, és hiszük azt most már 2002-ben, hogy ez a helyes út, és tenni nem félünk ezért, és fogunk is ennek érdekében. Az irány egyértelmű volt, népegészségügyi irányjal kezdtünk, a népegészségügy területén szerettünk volna tevékenykedni, hiszen az életmód javításán keresztül szerettük volna gyermekeinket egészségesebbé tenni, már most a mai napoktól kezdve, hiszen a táplálkozáson, a helyes táplálkozáson keresztül ezt meg lehet tenni, és szerettünk volna egy olyan attitűdöt, új szokást, táplálkozási szokásokat is rögzíteni a gyerekekbe, amit majd később felnőttként haszonnal fog alkalmazni a mindennapokban, a sajátjának és családja egészsége érdekében. Tehát népegészségügyi szakemberek vagyunk, ez volt a fő irány, de nagyon hamar beleütköztünk olyan kérdésekbe, amelyek nagyon jól kiegészítették ezt, és én azt gondolom, hogy ma Magyarországon mindezeknek helye van, és nagyon jó irányt szabnak ennek a programnak. Fölvetődött egy vidékfejlesztési irány is, hiszen mi azt mondtuk, hogy a közétkeztetésben alkalmazzunk friss, helyi termelésű, helyből származó szezonális élelmiszereket, szezonálisan megjelenő élelmiszereket, azt, amit egy bizonyos 40-50 kilométeres körön belül készítenek el, ne több ezer kilométerről szállítsák oda, erről is hallottunk elnök úrtól, és elindultunk ezen az úton is. Ez segíti a helyi termelőket, segíti az őstermelőket, piachoz juttatja őket, és bizony nagy dicsőség az Kovács Pista bácsinak, mikor ki van írva a Mintamenza program keretében a étlapra, hogy ma gyerekek Kovács Pista bácsi almáját eszitek, akkor nem fog a termelő rossz minőségű, esetleg eredetét nem ismert, tehát ismeretlen eredetről származó gyümölcsöt, zöldséget szállítani. De rögtön felvetődött ezzel kapcsolatosan egy a munkaerőkérdést támogató vonal is, hiszen azzal, hogy mi friss zöldségekből kívánjuk előállítani az élelmiszereket, ezzel szükség van minden konyhán egy-két konyhai előkészítő személyzetre, ezzel növeljük a foglalkoztatást is.
És elindultunk. Az első lépés Békés megyében, a Kondorosi csárdában volt, Kondoros település adott ennek otthont, és a Kondorosi csárdában indult el ez a program, melynek polgármestere itt is van közöttünk, és köszöntjük polgármesterül a képviselő urat. És hát a Kondorosi csárda nem csak petyárok tanyájaként szolgált, hanem amint a Menza programnak a első állomása is volt, és hát így indult el a programunk ezen az úton. De szükség van kommunikációra folyamatosan, szükség van arra is, hogy oktatásban részesüljenek a konkrét a konyhai dolgozók. Mi történt eddig? Megkezdtük a szervezést. A szervezés az a feladat, ami önöknek is a feladatuk lesz majd a jövőben. Szeretnénk ebbe bevonni minden megyét, ami gyakorlatilag az információk eljuttatását jelenti, döntéshozókhoz tájékoztatást, támogatást kérést jelent, és felkeresését a konyháknak. A program eddig Békés megyében több településen indult be, kit szeretnénk emelni: Gyulát, Békés Csabát, Békés, Sarkadot, Szarvas, Mezőkovácsházát, szintén polgármester úr képviselő itt ül. Tehát nagyon sokan támogatják ezt a programot Békés megyében, de Békés megyén kívül is, nem csak a feltüntetett településeken, de már Pest megyében is voltunk a programmal kapcsolatosan tárgyalásokon. A program kiszélesítéséről már beszéltem, annak szükségességéről, és arról is, hogy ez milyen egyéb nagyon fontos területeket érint a mai Magyarország életében. Nagyon fontos, és kiemelném azt, hiszen itt most közöttünk vannak népegészségügyi szakemberek, vannak, és nagyon köszönjük, hogy közöttünk vannak a gasztronómiában jártas vezető szakemberek, és vannak döntéshozók is. De nagyon fontos kiemelni azt, hogy ez a program nagyon jól kommunikálható. Nagyon jól eladható a sajtónak, nagyon jól eladható a médiában, hiszen fogékony erre mindenhol a helyi sajtó is, de az országos sajtó is. Kell, azt hiszem, nem csak az ANTS-nek, mindannyiunknak kell siker, mindannyiunknak kell pozitív kommunikáció, és ez az a terület, amelyen keresztül ezt meg lehet kapni és el lehet érni. És hát célunk az országos bevezetéshez támogatást kapni, ezt hosszú munkával értük el. A nyár folyamán a Vidékfejlesztési Minisztériumban voltunk tárcaközi egyeztetésen, ezután a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban voltunk, de korábban még akkor a NEFMI-ben kezdtük el az egész folyamatot, és hát gyakorlatilag a Belügyminisztérium is érdeklődött már a programunk iránt, tehát sikerült, azt kell, hogy mondjam, a közigazgatást átszőni ezzel a programmal, és sikerült mindazokat a területeket, amelyek érintettek, amelyek ebben valamilyen fantáziát látnak, elérnünk ezzel a programmal. Fontos volt számunkra az, és ezt mindenkinek majd a munkában szeretném javasolni is, hogy a helyi államigazgatás vezetőit is nyerjük meg. Itt kormány megbízott úr nélküle nem sikerülhetett volna ez a mi programunk, hiszen a kormányhivatal, ha nem támogat bennünket, akkor nem mozoghattunk volna, nem mozdulhattunk volna előre ezen az úton, és ma nem lennénk akkor itt. Ezt szeretném itt is megköszönni ezen a fórumon kormány megbízott úrnak, de elindultunk az egyházak felé is, hiszen ők is nagyon fontosak, egyre több intézményt vesznek át, és ez a jövőben azt hiszem, hogy majd egy új út lesz, amelyet meg kell kezdenünk. Itt fényképeket tetszenek látni,
együttműködési megállapodást írunk alá, ír alá kormány megbízott úr és Vantara Gyula, Mékés Csaba megyei Lohú város polgármestere velünk a program bevezetésére, és jelenleg 9600 gyermek középkeztetését felügyeljük Mékés Csabán a program keretében. Hát itt az aláírásnak a pillanatait látjuk. Ez volt szerintem a legnagyobb lépés a megyében, amelyen részt vettünk. És az utolsó diám a program menedzselésével kapcsolatos. Ahhoz, hogy egy országos program elindulhasson, létre kell hozni egy kialakítandó szervezetet. Ennek a vízióját mi megalkottuk, és ezt a szervezetet, ennek a szervezetnek a kialakításába ma itt közösen, mi már korábban, de belefogtunk, belefogunk. Ennek a szervezetnek lesz egy munkarendje, egy meghatározott, jól körülhatárolt munkarendben fogunk együttműködni, dolgozni reményeink szerint, és az legyen a mi feladatunk, hogy ez az együttműködés, ez mindig előremutató legyen. Én azt szoktam mondani a munkatársaimnak, és ez biztos elcsépelt mondat, hogy ne azt keressük, hogy hogyan nem lehet valamit megcsinálni, hanem azt keressük, hogy hogyan lehet. És én remélem, hogy ez a csapat, aki most itt van, ezzel az üzenettel megy el. Úgy fogunk elmenni innen, hogy azt fogjuk közösen keresni, hogy ezt hogyan tudjuk megcsinálni közösen. A népegészségügy érdekébe, gyermekeink érdekébe, és az ország, nagy szavakat használok, de erről van szó ma itt, az ország egészségének érdekébe, hiszen gyermekeink egészsége is, és a középkeztetésben lévők egészsége függ ettől. Egy új típusú hatósági hozzáállásról van szó, erről már beszéltem, és azt gondolom, hogy a sikertitka az újszerűség és a közérdek szempontjából fontos feladatok ötvözése. És nem feledkezzünk el arról, hogy mind a közben még ezt csináljuk, mindig, mindvégig szem előtt fogjuk tartani azt, hogy a középkeztetésben közpénzek kerülnek felhasználásra, és ezek hatékony felhasználása nagyon fontos feladat, hogy erre is tekintettel legyünk. Miközben a népegészségügyi érdekeket és az egészet egy egységes egészet fogjuk ötvözni. Időközben reményeink szerint jogszabály is fog megjelenni, ugye tudjuk, tiszti főorvosi ajánlás már van, jogszabályt várunk, és a jogszabály tovább fogja az esélyeinket növelni annak érdekében, hogy sikeresek legyünk, az majd jobban fogja tudni támogatni a munkánkat. Elnézést, ha kicsit hosszú voltam. És hát itt látnak egy ilyen projekttervet, tehát mi elkészítettünk egy ilyen tervet, amely hónapokra lebontva mutatja, hogy hogyan hajtható végre ez a program, ez alapján mondjuk, hogy meg lehet csinálni. Köszönöm szépen!